Jó napot! Sziasztok! Köszöntök benneteket, az M3 Autóparma vagyunk, és egy Antarát fogunk megnézni, és nem csak azt, hanem a téli gumi szettjét is meg tudjátok rögtön nézni. Itt vannak négyen ők, szépen sorba, íme így néz ki az alufelné, ami hozzá tartozik. Az autó az pedig itt van egy kicsit tovább, mert hogy nem akartuk oda görgetni, majd begörgetitek szépen a csomagtartótokba, és berakjátok a garázsba. De ezt nézzétek meg a járművet, itt a kereskedésben az M3 autóparkban áll az Opel Antaránk. Ugye ez egy összkerék hajtású, 2000-es dízelmotorral rendelkező, 170 lóerős dízelmotorral rendelkező gép, óriási csomagterű, hatalmas utastér, és maga az autó is egy kis darab, tehát egy robosztus nagy autó, ami biztonságos, és ugye mivel összkerekes, így mondhatjuk, hogy minden akadályon át lehet gördíteni majd a benne ülőket. Az autónk ezüstmetál, szürke metál színű, gyári alufelni szett van rajta, nagyon szépen mutat, Dunlop márkájúak a nyári gumik az autón, egyéb irányt pedig ugye B-osztoptól hátrafelé egy kicsit sötétebbre kérte a gazdája, és ugye itt a hátulján is föl van egy CDTI 4x4. Elől-hátul vannak tolató szenzorok, tehát figyeli nekünk itt az előttes-mögöttes tárgyakat, hogyha tolatunk, megyünk előrefelé, akkor látjuk, hogy érezzük, pittyeg nekünk, hogy hagyjuk abba a műveletet. Tetején van nagyon szép tetőkorlát, erre lehet kereszttartókat, és akkor onnantól kezdve a félvilág rá fog férni, vagy bele fog férni. Aki nem férne el benne, nehéz lesz, de lehet, hogy nem fér el. Látjuk, hogy ott valami hiányzik ott egészen alulról, és nem más hiányzik onnan, mint egy vonóhorog. A vonóhorog az nem hiányzik, hanem szépen itt benne van a kis zacsiába. Ezt föl lehet majd tenni, aki szeretné. Ugye leszedhető vonóhorog van hozzá. Gazdája benne hagyott egy ilyen poraloltót. Nagyon szép tiszta különben a belsője, a szőnyegezés gyönyörű hibátlan, és alatta pedig találunk egy defektjavító szettet, illetve a kötelező tartozékokat, és mindenféle ilyen tárló rekeszeket találunk még itt, és 12 voltos csati pedig jobbról. Dönthetőek az ülések. Íme. Nézzünk bele az autónk hátuljába, itt nagyon szépen elhelyezkedtek a kollégáim, itt van Feri és Peti. Nagyon kényelmes itt hátul ücsörögni, ez egy nagyon szép félbőr kárpitos, izofixes fejtámlás és könnyék támlás hátsó sor. Gyönyörű, hibátlan különben az egész, függönylégzsák elől-hátul oldalt, és minden utasnak az oldal részeken ugye automata funkciós az ablak emelője, teljesen karcmentes, nincs lerugdosva az oldala, meg kiszakítva, meg egyebek, meg szétülve, tényleg egy teljesen korrekt masina, de még nem ülök ide be, mert először megnézzük ugye az elejében ezt a motort, ugye ez a Euro 6-os dízelmotor van benne, ugye az autónk az 2017 negyedik havi pontosan. Itt előadható a tolatószenzorok szépen sorba, kötfényszóró és kristálytiszta nagyon szép lámpái vannak. Az első szélvédő is ugye zöld színű, így az alvásszám, és akkor valahol itt előbb megtaláltam már, de majd most nem találom meg. Négy szíves. Olyan jó el van dugva különben ez a kallantyú, hogy mindjárt sírva fakadok, hogy hova tették el ennyire jól ezt a dolgot. Na, hát ezt jó sokáig tartott megtalálni, pedig ennyit kellett volna csinálnom, de hát, hogy túl sokszor Antarát nem nyitok ki, úgyhogy mindenki nézze el, nekem legyen kedves ezt a blamás malőrt. A Ecotec motorunk az itt dolgozik, úgy mondottam 170 lóerős, így ránézésre egész újszerű az élmény maga. Egy jó nagy aksi indítja különben ezt a nagy motort. Szerintem bőségesen elég neki, majd ki fogjuk próbálni. Megnézzük menet közben. Na, és akkor beülök oda a vezető ülésbe, és megnézzük a felszereltséget, hogy itt mit kap az első utas. Ugye 4 darab elektromos ablak van benne, mindegyik működik, mindegyik automata funkciós, tehát végigmegy, lefelé, fölfelé, nem tudom, fölfelé is fölmegy. Centrálzárunk van, elektromos tükrök, tett a gazda, ebben egy ilyen kis Sparko feliratú kis fellépőt, és a szőnyegét is ilyen kis Sparkosra cserélte. Állítható magasságú a
félbőr kárpitos ülésünk, van könyöktámaszunk. Azt mondja, hogy tempomatunk van, ott látjátok a kis sárga gombocskát, ha vagy én megnyomom és sárga lesz az izzó, maradjunk annyiban. Ugye kormányról vezérelhető a gyári érintőképernyő és navigációs egység, itt pedig van egy szuper jó kis alumínium betét ebben a bőrkormányban. 101.832 km futott, ugye hibamentes a... Nem tudom mi ez, lejjebb halkítjuk és megnézegetjük. Én ezt lefotóztam, 7,4 literes fogyasztás van egy ekkora nagy vasnak, ugye ez egy óriási darab kocsi, méghozzá itt a súlyadatokat meg tudjuk nézni, mert hogy itt van mellettem a műszaki vizsga adatlapja, és nem csak azt tudjuk megnézni, hanem ugye a pontos forgalombehelyezése, az alvásszáma, az, hogy Euro 6-os dízelmotorra rendelkezik, azt, hogy 2 év műszaki van rajta, és itt egy 2 tonnás horog van az autón, itt látjátok, alá is húzogattam, szerintem aki akarja nézegesse majd meg a képet. Itt van velem Concerto, 17.4. hó 26-os szervizkönyv van neki kírva, Antaras Tájék 204 VD, 170 lóval, itt van a kilométert igazolván, ténylegesen ebbe az autóban 100% és garantáltan ennyi van. 22.4. hóban, azaz egy évvel ezelőtt az autónkban műszaki vizsgakor Ausztriában 86.562 km futás írtak fel, és az előzőleg pedig 21-ben 67.000 km futása volt neki. Na, ez biztos és garantált és 100%. Ezen kívül nézzük meg, hogy még miket tud az autónk. Ugye én úgy láttam, hogy ez fűtésre állította valaki, én lejjebb eszem ezt. És ugye két oldalra automata klímánk van. Lehúzom most már, meg bekapcsoljuk ezt az AC gombot is. Ugye Bluetooth-os a rádiója, start-stop rendszerű a szerkezetünk, és ezt, mint mondottam, ez ilyen érintő képernyős egység. Nem tudom, mik vannak itt még. Működik benne minden, SD kártya, egyebek, visszatesszük ide. CD rádió, menetstabilizátor, mi van itt, lejtmenet asszisztens, és ki tudjuk kapcsolni belőle a park szenzort. Jó, na nézzük még, mit tudok mutatni nektek. Azt mondja, hogy 2 darab gyári kulcsa van a kocsinknak, amit én rögtön meg is mutatok nektek. Kivesszük a kulcsot, íme 2 darab, bezár, kinyit, ezt csak halljátok, de így tudom mutatni nektek. Íme működteti az autót. Gyújtásra teszek is, rengeteg lámpa van itt, de tulajdonképpen maradjunk annyiban, hogy minden kialszik, ha minden rendben van, mert csomó minden tud a gépünk. Guminyomást ellenőriz, menet stabilizátor van itt, összkerékhajtás, partik filter, minden itt kigyulad, de tulajdonképpen elalszik minden. A kéziféket kikapcsoltam. És ki fog gangolni itt az utcára. Szokásomhoz híven már is bekötöm magam, már csak azért, hogy ezt is kipróbáltuk. Így, a klíma biztos, hogy nagyon kellemes, hideg most itt, majd visszafelé menet, hogyha megálltunk, akkor még megmérem nektek a hőfokot. Na, postásbá, mi lesz? Tessék, gyere! Már érzem, hogy olyan a lábamra, de ezen kívül, hogyha valaki fázos, tényleg jól fog neki jönni. Ugye a járgányunk az 3 fokozatban állíthatós, ugye a 2 oldalra lévő ülésfűtés. Ezen kívül ugye 6 sebességes a kézi váltója. Spórolás tudunk majd összehozni majd egy hosszú távú utazáskor, ugye 6-os sebességgel jövünk, akkor biztos, hogy rendkívül kedvező fogyasztások fognak kijönni. A váltója nagyon könnyű, finom, kuplung is, mint a vaj, hibátlanul dolgozik. Én azt gondolom, hogy 100.000 km-nél ebben az autóban mindennek jónak kell lenni, és aki eljön, ugyanezt fogja tapasztalni, hogy egy egészen újszerű, szép kis darab autót fog majd látni. Sehol egy karcolás, itt a krom díszítéseken körbe megnézitek, a szoknyája gyönyörű neki, a váltó nincs megkopva, ezek az oldalsó és a szemben lévő díszítő betétek is gyönyörűek, nincs megkopva, tényleg nagyon csodaszép a kis szerkezet. Szemüvegtartó van itt fönt még. Na, és akkor itt visszamegyek, és akkor még
egy ilyen méricskét még alkalmazzunk kíváncsiságból. Amúgy nagyon kellemes, jó itt ülni, csendes a motorja. Minden hibátlan a kocsiba, tényleg nem lehet, beleköthetettem sztori. Nagyon finom kis ország, hát én ide be is állok vele valahova hátra. Tiszta víz, minden, tele vagyunk esővízzel, esett az eső egész nap. Na, ide becsavarok. Hú, jó volt ez a kör. Nézzük akkor a mérőműszeremet, ami itt van mindig kéznél, a nyakamban. Íme, nem csalástam állítás. 0,98-at láttok. 0,8, ugye? Mert ha kinézzünk ide, az ablakon, és ott is nyomok egy gombot, akkor nem 0,8-at fog mutatni, hanem 19,4-et. Jó, tehát nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztetek a bemutatót. Aki szeretne egy ilyen autót, szerintem itt az M3 autóparkban megtalálta. Legyetek jó, gyertek el hozzánk, nyomjátok meg ezt a gombot, és viszontlátásra, sziasztok!